Sziasztok! Ebben a videóban a Kék Ajtó Titka című könyvről fogok nektek beszélni. Ez a könyv a Pagony Kiadó gondozásában jelent meg, és a 6-12 éves korosztály számára ajánlják. Inkább úgy ajánlom ezt a könyvet, hogyha a gyerekek már tudnak önállóan olvasni, szóval azért inkább 7. Egyébként szülőkkel is megoldható, és akkor is egy jó kis esti olvasmány lehet, és végül is akár az lehet az izgalmas, hogy a szülő és a gyerkőc együtt alakítja a történetet, mert hogy ez egy interaktív könyv, amiben mi irányíthatjuk a történetet az alapján, hogy egy-egy fejezet végén merre megyünk tovább, mit választunk. Nagyon kíváncsi voltam erre a könyvre, amikor megláttam, egyrészt a csodaszép borítója miatt, nagyon szép, színes és nagyon különleges, másrészt azért, mert interaktív, mert szerintem a gyerekeket úgy lehet bevonni az olvasás világába, ha minél izgalmasabban tárjuk ezt eléjük, és hát szerintem az, hogy te magad alakíthatod a történetet, az nagyon izgalmas, úgyhogy ezért döntöttem úgy, hogy szeretném elolvasni ezt a kötetet. Ha önálló olvasásra szeretnénk a gyerekek kezébe adni ezt a könyvet, akkor is viszonylag hamar megtehetjük, mert elég rövidek benne a mondatok, a fejezetek is rövidek benne, úgyhogy szerintem viszonylag hamar el tudják kezdeni önállóan is olvasni. Persze a jobb olvasók korábban, mint akik kicsit nehezebben sajátítják el ezt a dolgot, az olvasást. Hogy ez a könyv illusztrált is, nagyon szépek benne a rajzok, de fekete-fehére, ami szerintem egyébként egy tök jó átmenet lehet a mesekönyvből a regények felé, hiszen azért a mesekönyvek még színesek, teli vannak rajzokkal, és akkor itt van egy könyv, amiben még mindig vannak rajzok, de már nem színesek, meg egyre kevesebb, és szerintem ez is egy tök jó átvezetés lehet arra, hogy a gyerekek regényeket olvassanak. A könyv olvasása közben lehet aranyérméket szerezni, hogyha helyesen válaszolsz egy-két dologra, mert hogy tanulni is lehet ebből a könyvből, például, hogy miket esznek az állatok, és hogyha te ezt jól választod ki, akkor gyűjthetsz aranyérméket, és minél többet gyűjtesz, annál ügyesebb vagy. Na de itt ezzel az egyel volt problémám, hogy a legtöbbször még ugyanazon az oldalon ott volt a fejezetszám mellett, hogyha ezt választottad, akkor kapsz egy érmét, tehát hogy önkéntelenül is meglátod, szóval is azt fogod választani. Nyilván nekem egyértelmű volt, hogy mit választok, egy kisgyerek azért még ezen elgondolkodhat, de ha egyből látja, hogy ott az aranyérme, és persze ez nem vérre menő dolog, tehát tök jó, mert megtanulhatja. Csak ha már az a lényeg, hogy gyűjtsön, ha ő tudja, akkor én valahogy kicsit elrejtettem volna, hogy ne legyen ennyire szembetűnő az, hogy melyiket kell választani. De tényleg ezzel volt az egyedüli problémám. Egyébként nagyon aranyos maga a történet is. Arról szól, hogy egy kisfiú elmegy az állatkertbe az anyukájával, ahol az anyuka találkozik egy ismerősével, és ők elkezdenek beszélgetni. Ezért a kisfiú elkezd unatkozni, és egyedül kezdi el felfedezni az állatkertet. Ezt a könyvet azoknak ajánlom, akik már elég jól tudnak olvasni, de még csak most ismerkednek a könyvek világával. És ha szeretnénk bevezetni a gyerekeket az olvasásba, akkor szerintem ez egy jó választás lehet. Amit még kihagytam, hogy nagyon tetszett a könyvben az, hogy néha lehet rosszalkodni, tehát, hogy például te választhatod, hogy szólsz anyukádnak, hogy elmész szétnézni, vagy nem, de úgymond mindig meg lesz a következménye. Nyilván nem durva következmény, de azért valami olyan, amiből rájövünk, hogy jobb lett volna, ha szólunk. Például, hogy a préri kutyákat megijeszted, vagy nem ijeszted meg, ezt is eldöntheted, és ha meg is ijeszted, akkor is úgy halad tovább a történet, hogy utána rájöjj, hogy azért ez nem volt szép, úgyhogy tetszik, hogy engedi, hogy rosszalkodj, de azért mégis megvan benne a nevelő célzat, hogy na, ez nem volt olyan szép dolog, de nem így kimondva, meg nem érzi magát rosszul tőle az ember, de azért mégis rájön, hogy na, ezt nem kellett volna. Úgyhogy tényleg bátran ajánlom ezt a könyvet bárkinek. Ennyi lett volna már ez a videó, köszönöm, hogy megnéztétek, találkozunk a következőben is, sziasztok!